Boldogan veszi át osztályfőnökétől a fokost és a tarisznyát a diák. Tolna megye szerte elballagtak a végzős középiskolások az elmúlt hétvégén. A tolnai Szent István katolikus gimnáziumtól két osztály búcsúzott. Én nagyon élveztem az itt eltöltött időt, szerencsére nagyon jó osztályom is volt, nagyon jó kis közösséget alakítottunk ki, úgyhogy én nagyon élveztem az itt eltöltött időt. Novotné Bán Erzsébet, az iskola igazgatója azt mondja, nagy öröm volt a szülők, a családtagok és természetesen a diákok számára is, hogy a járványhelyzet idén már lehetővé tette, hogy együtt ünnepeljenek, hiszen két évig erre nem volt lehetőségük. Hát valamivel könnyebb volt már ez a tanév, bár a második fél évben volt egy olyan időszak, amikor nagyon-nagyon sokan voltak betegek egyszerre. Volt úgy, hogy egy osztályban tizen ültek, többiek otthon voltak, betegek voltak, és hát sajnos volt egy olyan hét, egy-két hét, amikor a kollégáknak is több mint a fele beteg volt, úgyhogy azért ez is egy meglehetősen nehéz időszak volt, de hát talán lassan visszarázottak a gyerekek ebbe a jelenléti oktatásba. Lehet elmegyek, te itt leszek, a lábnyomomban jársz. Szekszárdon a Déli Agrár Szakképzési Centrum Csapó Dániel mezőgazdasági szakközépiskolában az előadásokat és a köszöntéseket követően a kiemelkedő tanulmányi és verseny eredményeket elért diákokat jutalmazta az intézmény. Az ágazat kiváló tanulója díjat hárman vehették át, egyikük Bedi Bianca mezőgazdasági technikus tanuló volt. A jövőmet a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen tervezem folytatni Gödöllön. Mezőgazdasági mérnök alapszakra jelentkeztem, valószínű fel is fognak venni, úgyhogy ott fogok tovább tanulni. Az eseményen Gyurkovics János alpolgármester is jelen volt. Egy nagyon-nagyon színvonalas ballagási ünnepségen vagyunk túl, és örülünk annak nagyon, hogy nagyon szép eredményeket értek el a diákok itt az itt eltöltött időszak alatt. Hát természetesen itt a létszám és a vendégek számából adódóan is megállapítható, hogy ezért ez még mindig nagy ünnep a városban, a családok számára, a diákok számára is. A Déli Agrár Szakképzési Centrum Csapó Dániel mezőgazdasági szakközépiskolából 114 tanuló ballagott el.